A mai részben a bolti kereskedelmet és a bolt nélküli kereskedelmet beszéljük át röviden. Ugye a bolti kereskedelem, amikor fizikálisan van bolt. Tehát van egy üzlethelyiség, ahol a kereskedés megtörténik, mint például az, amit itt látunk a képen. Tehát fizikálisan itt vagyunk, itt vannak a termékek, megnézhetjük, megvásárolhatjuk. És ugye van a bolt nélküli kereskedelem, ugye ez elektronikus kereskedelem. Tehát fizikálisan így nincsen bolt. Tehát fizikális bolt nincs, csak ugye nagy raktárak, amit ugye a rendelés után ugye házhoz szállítják a termékeket. Bolt nélküli kereskedelemnek számít ez a italautomata is például. Tehát itt sincs bolt, hanem van egy automata, amiből... Ugye, ugye vásárolhatunk. És ugye van még egy másik bolt nélküli kereskedelmi típus, ugye az a katalógusból történő rendelés. Amikor ugye fizikálisan megint nincs bolt, csak egy nagy raktár, mi a katalógusból kiválaszthatjuk, hogy mi érdekel, mit szeretnénk rendelni, és akkor vagy telefonon, vagy interneten keresztül láthatjuk a rendelésünket. Például itt látjuk itt a painnikus, painnikos katalógust, vagy itt az ikás katalógust, meg egyéb más katalógus, autókatalógus például. Tehát vagy katalógusból tudjuk megvenni, ugye bolt nélküli kereskedelem, ugye vagy a katalógus, vagy az italautomata, az is bolt nélküli kereskedelem, meg az elektronikus kereskedelem, ugye fizikálisan bolt, nincs csak nagy raktárak. Úgyhogy nagyjából szerintem ez a rész ennyi is lett volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet.